Kedves testvéreim, kedves nézőink! Advent második vasárnapjára jöttünk össze, most gyújtottunk meg az adventi koszorú második tilla gyertyáját, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm körünkben itt Kisoroszlyban, ebben a kis egyházközségben dr. Cserháti Ferenc esztergom budapesti és a külföldön élő magyarok püspökét. Két okból is egyrészt azért hívtuk meg, hogy advent közepetáján egy kis erősítést kapjunk általa, hogy érezzük át, hogy mire is készülünk, hogy kit várunk, és ez mit jelent a földi életünk során, másrészt pedig az idejében ünnepli pappá szentelésének 50. évfordulóját, vagyis most aranymisés, Isten éltessen erőben sokáig, egészségben a püspök atyát még itt nyája népe körében, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, Isten hozta mi közöttünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a felelkeddel. Főtisztendő plébános úr, nagyon szépen köszönöm a kedves meghívást, és nagyon szépen köszönöm a kedves fogadtatást, és valóban ebben az évben 50. pappászentelésem 50. évfordulóját ünnepeljük, illetve én ünnepelem legalábbis, örömmel emlékezem vissza pappászentelésemre, amikor Márton Áron püspök 50 évvel ezelőtt a gyulafehérvári székesegyházban pappászentelt. Elsősorban azért jöttünk össze, hogy az Úr útját egyengessük, és Krisztus Urunk születésnapjára készülődjünk. Kedves testvérek, mindig voltak emberek, akik az üdvösség jó hírét közvetítették, közzéjük tartozik Báruk próféta, aki Krisztus előtt 600 évvel hirdette, hogy Isten véget vett népe fogságának, megmenti és hazavezeti népét örömben és dicsőségeinek fényében. Amint ezt rövidesen a Szentleckében hallani fogjuk. Századokkal később, mint egy 2000 évvel ezelőtt, ugyancsak ezt tette Szent Pál apostola, nemzetek fáradhatatlan apostola, és keresztelő Szent János, a Jordán melléki aszkéta életű bűnbánati prédikátor. Mindketten Isten üdvösségét hirdették az első században, és ezt teszik ma is a Szentleckében és a mai Szentmise evangéliumában. Ma, itt ebben a templomban nekünk hirdetik Isten jó hírét, azt, hogy Isten üdvösséget ígért nekünk a 21. század emberének. Azt hirdetik, hogy mi is elnyerjük az üdvösséget, ha akarjuk, és az ő útját egyengetjük a világban, a hívők közösségében. A proféta ma nekünk hirdeti, hogy egyengessük az Úr útját, tegyük egyenessé, ami görbe és göröngyös, azaz készüljünk az Úr fogadására, a vele való találkozásra, fokozzuk az Istenhez fűződő kapcsolatunkat, béküljünk ki haragossainkkal, fékezzük meg szenvedélyeinket, ismerjük be hibáinkat, és tartsunk bűnbánatot, mert akkor, amint hallani fogjuk, minden ember meglátja az Isten üdvösségét. Kedves testvérek, ezekkel a gondolatokkal vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát,
az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Érgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk! Mindenható irgalmas Istenünk, segíts, hogy szent vágyakozással siessünk fiad elé, örök bölcsességgeddel nevelj minket, hogy e világi elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban szent fiaddal, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Báruk próféta könyvéből. Jeruzsálem, vesd le a gyász és az ínség ruháját, öltözzél annak a dicsőségnek díszébe, amelyet Isten ad neked mindörökre. Ölts fel Isten igazságának köntösét, és tedd fejedre az örökké való dicsőségének koronáját, mert az Isten ismertté teszi fényességedet mindenütt az ég alatt. Isten ezt a nevet adja neked örökre. Igazságosság békéje, jámborság dicsősége. Kelj fel, Jeruzsálem, állj a magaslatra, és tekints keletre. Nézd, miként gyűlnek egybe fiaid, napkelettől napnyugatig, a Szent Isten szavára, és újonganak, mert Isten megemlékezett róluk. Gyalog mentek el, ellenség hajtotta őket, de Isten mindnyájukat visszavezeti hozzád, olyan pompával hozzák majd őket, mint királyi sarjakat. Mert elhatározta Isten, hogy alacsonnyá teszi a magas hegyeket és az örök bérceket. A föld színéig betölti a völgyeket, hogy bizton haladhasson Izrael Isten dicsősége alatt. Az erdők és az illatos fák Isten parancsára mind árnyékot nyújtanak Izraelnek. Isten vezeti majd népét örömben, dicsőségének fényében, és kíséretül adja nekik irgalmát és igazságosságát. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, mindig minden imádságomban örömmel emlékezem meg mindnyájatokról,
mert az első naptól mindmáig közösséget vállaltatok az evangéliummal. Ezért bízom benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi. Isten a tanúm, mennyire vágyakozom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében. Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretben és a teljes megértésben, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és fedhetetlenek lesztek Krisztus napjára, és bővelködni fogtok az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus Krisztus szerzett Isten dicsőségére és tiszteletére. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Tiberius császár uralkodásán a 15. esztendejében történt. Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, Galileának Herodes volt a negyedes fejedelme, testvére Fülöp meg Itúriának, Strahonitis tartományának, Lizániás pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme. Annás és Kajafás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat kerességét a bűnök bocsánatára, ahogy megvan írva Izaiás próféta beszédeinek könyvében. A pusztába kiáltónak ez a szava, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit, a völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe legyen egyenessé, a göröngyös változik sima úttá, s minden ember meglátja az Isten üdvösségét. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, ma már mindenki látott útépítést, gyakran beleütközünk, olykor a házak előtt dübörögnek a gépek, látjuk a hatalmas földmozgatásokat, a földtúrásokat, az átfúrt hegyeket, a mélyreásott talapozást, a betonozás és az aszfaltozás verejtékes munkáját. Mennyi akadály, mennyi verejtékes munka és küzdelem árán épülnek a sima, egyenes és a gyors utak. Kedves testvérek, a Jordán melléki keresztelő János a maga idejében még nem találkozhatott az autópályák építésével, sziklákat átfúró hatalmas alagutakat sem láthatott, ezzel szemben jól ismerte Júdea sivatagos pusztáit, Jerikó kietlen környékét, a kiégett sziklatömböket és akadályokat,
az uttalan utakat. Századokkal korábban, Izajás próféta korában ezek még átjárhatatlanabbak lehettek. Így egyáltalán nem véletlen, ha a Krisztus Urunk földi életének idejében keresztelő János ugyancsak Izajás próféta szavaival emlékezteti kortársait az ég követének érkezésére, eljövetelére, a Krisztussal való találkozás előkészítésére. A mai szentmise evangéliumában hallhattuk, készítsétek az Úr útját, egyengessétek az ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember megláthatja az Isten üdvösségét. Krisztusban szeretett testvéreim, ezek az építési munkálatokból vett képek az Úr érkezésére, útjának előkészítésére irányítják a figyelmünket. Talán még így is mondhatnám, az isteni kapcsolatok úthálózatának a kiépítésére emlékeztetnek, amely napjainkban éppen a megkeresztelt emberek állandó és személyi feladata, azoké, akik mindmáig közösséget vállaltak az evangéliummal, amint ezt a mai szent leckében hallhattuk. Ez a lelki útépítés épp oly komoly nehézségekbe ütközik, mint egykor a sziklás hegyekben. Isten útjának akadályai ugyanis nem csak képek, hanem nagyon is komoly realitások. Az emberi magatartások olyan sajátos formái, amelyek folyamatosan megzavarják, megakadályozzák Istenhez és embertársainkhoz fűződő kapcsolatainkat. A vallásos élet útjának akadályait leginkább nem másokban, hanem önmagunkban kell keresnünk, és csak aztán a környezetünkben és a társadalomban, a külvilágban, ahogyan mondani szoktuk. Hiszen nagy előszeretettel emlegetjük, hogy nézzük, ilyen a világ, ilyen a társadalom, nekünk is úgy kell élni. Nem másokban, hanem önmagunkban kell keresni az akadályokat. Ezért az akadályok, a gátak elhárítási munkálatait, az Isten útjának egyengetését, a vele való találkozás útjának építését elsősorban, tehát önmagunkban kell elkezdenünk. Azt sohasem várhatjuk valamiféle speciális és különleges egységektől, kívülről és másoktól jövő alakulatoktól, hanem azt mindenek előtt saját magunkban és személyesen kell elvégeznünk. A speciális egységek, az állami törvényhozás, a rendőrség, az iskola, az egyházi intézmények és az egyházak jó szándékú nevelői sokat tehetnek Isten útjának egyengetése érdekében, de a valóságban Isten sima és egyenes útjának megteremtése elsősorban az egyének személyes megtérésétől és hozzáállásától, azaz tőlünk, magunktól függ. Hiába mondjuk, hogy küldjük a paphoz a gyerekeket, ők majd neveljék meg. Nem fogják se az iskolában megnevelni, se az egyházi személyek, hanem a családban, a közösségben kell elvégezni ezt a munkát. Az Istenhez vezető úthálózatok építési terveit
és azok megvalósításához szükséges eszközöket a legtöbben ismerjük. Isten üdvözítő akaratát, a parancsokat és a szentségek üdvös eszközeit. Isten azt akarja, hogy a szeretet szeretet közösséget alkossunk vele és egymással, és mindehhez felkínálja az ő tanácsait, parancsolatait, a hét szentség, a vallásos élet többi eszközeit. Szent Pál apostol ugyancsak ezekre emlékeztetett a mai szentleckében, amikor a szeretet, az egység, az egyetértés, az igazság és az igazságosság útjának építésére, az Istenre hagyatkozó hit és szeretet gyakorlására buzdított. Azért könyörög, hogy Krisztus tanítványai egyre inkább növekedjenek a keresztény tanúságban, ami bennünk ezt megakadályozza, ezt a keresztény tanúságtételt, az gát, sorompó, szakadék, utunkat álló sziklatömb, azaz bűn, amelyet el kell távolítani az életünkből. Lelki életünk akadályai nagyon sokfélék lehetnek, olyannyira, hogy azok Isten előtti felmérésére mindenki maga és egyénileg képes. Az önvizsgálat, a lelkiismeret vizsgálat által erre szolgál az adventi szentidő, a Krisztusvárás szent ideje, erre emlékeztetnek az adventi gyertyák. Kedves testvérek, az Isten előtti őszinte lelkiismeret vizsgálat megkönnyítése érdekében ma éppen csak egyetlen kortünet felidézésével szeretnék az adventi útépítők segítségére sietni, a mi segítségünkre. Korunkban elharapódzott az ember, azaz önmagunk istenítésének a bűne. Sokan úgy vélik, hogy önerőből, Isten nélkül is nagyon jól kijönnek az életben. Csak legyen egészség, jó állás, sok pénz, jó biztosítás, legyen meg a kényelem és a nagy nyugdíj, s akkor aztán boldogok is leszünk. És semmi szükségünk többé az Istenre. Sokan azt hiszik, hogy az ember mindenre képes. A tudomány és a technika megteremti a földi paradicsomot, a jólétet, az üdvösséget, ahogy egyházilag emlegetjük. Kicsodálkozhat azon, ha aztán fölösleges, hiába valóságnak tekintik többen a szentmisét, a szentségeket, az imádságot, mindazt, ami Istennel összeköt és Istenhez vezet. Persze a nagy és kínzó emberi kérdések továbbra is mindenki számára megmaradnak. Vajon az ember Isten nélkül is képes legyőzni a sok emberi gonoszságot, nyomort, nyugtalanságot, a szüntelenül ránk leselkedő és kínzó mulandóságot, a halált? Mindenkit fenyeget az emberi esendőség, a betegség, a járvány, a kudarc, az elszegényedés, lehet bármelyen kontószámunk, a halál, és még sorolni lehetne. Úgy látszik, hogy mégsem vagyunk istenek. Az ember továbbra is az Isten függvénye, az Isten teremtménye. Önerőből sohasem képes elérni az élet teljességét, létének a kibontakozását, az önmegvalósítást, ahogy ma sokan emlegetik. Nem képes kiküszöbölni az emberi mulandóságot, az emberi esendőség aggasztó valóságát. Mindig megmarad a kérdés. Légy gazdag vagy koldus, szolga vagy király, ifjú vagy elaggott, izmos vagy szikár, egy csapás és elejt,
és rideg sírba ejt a kemény halál, énekli a hívő kórusa. Itt aztán már kisegíthet rajtunk, ha csak nem egyedül az örökkön élő, jóságos és szerető Isten, akinek szolgálni felél uralkodással, és aki mindig hazavár bennünket. Kedves testvérek, az advent alkalmas idő arra, hiszen a plébános úr ezért hívott meg, hogy felhívjam ezekre a figyelmet, alkalmas idő arra, hogy egy kicsit magunkba szálljunk, elgondolkodjunk emberi létünk véges valóságán. Alkalmas idő arra, hogy egy kis lelkiismeret vizsgálatot tartsunk, hitünket elmélyítsük, szorosabbra fűzzük kapcsolatunkat Istennel, és egyengessük útját környezetünkben és saját életünkben. Az adventi idő alkalmas arra, hogy tekintetünket az ég felé irányítjuk, egy kicsivel többet imádkozzunk, vajon megtesszük? És szeretett kapcsolatunk szálait is szorosabbra fűzzük embertársainkkal. Alkalmas idő arra, hogy többet törődjünk egymással. Megmutassuk szeretetünket egymás iránt. Az egyéni vállalkozás persze ezen a téren is könnyen kudarcba fulladhat, mint ahogyan az útépítési munkálatokat sem lehet egyedül elvégezni. Sok ember kell hozzá. Összefogásra, társas és közösségi munkára van szükség, például a családban, az egyházközségben, ahol mindenki vállalja és elvégzi a ráeső feladatot, a mértéktelen megfékezi a szenvedélyeit, a civakodó, a veszekedő, a nyelvét, a haragos, kibőkül társával, a kapzsi megelégszik a sajátjával, a gazdag és pazarló támogatja és segíti rászoruló embertársait. Kedves testvérek, Szent Misénk evangéliumában a próféta ugyancsak többes számban szólított fel minket. Készítsétek az Úr útját, azaz valamennyien készítsétek az Úr útját. Szülők és gyermekek, fiatalok és öregek, gazdagok és szegények, kéz a kézben bátorítsátok és támogassátok egymást a hitben, a hit szerinti életben. Milyen szép lenne, ha a családban ezt tesszük. Főleg mutassunk jó példát egymásnak. Nem küldeni kell a gyereket a templomba, hanem együtt megyünk a gyerekekkel a templomba, fiatalokkal. És akkor, ezt hallottuk a mai evangéliumban, minden ember meglátja az Isten üdvösségét. Adja Isten, kedves testvérek, hogy ez így legyen. Isten üzenetére válaszoljunk hitvallásunkkal. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből.
megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk, keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és értetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit tépp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egykerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy szent fiában, Krisztus Urunkban az egész világ felismerje a megváltót, és ennek a hitnek öröme töltse be mindnyájunk szívét. Addurunk, hogy egyházad a Szentlélek erejével hirdesse a bűnbánat kötelességét és a bűnbocsánat örömhírét. Kérünk téged, hallgass meg minket! Áld meg Szent Atyánknak, Ferenc pápának az egész világra kiterjedő béketörekvéseit. Kérünk téged, hallgass meg minket! Irányítsad az államok felelős vezetőit, hogy minden akadályt elhárítva törekedjenek szolgálni a népek közötti egyetértést. Kérünk téged, hallgass meg minket! Ébreszd fel a jólétben élők lelkiismeretét, hogy segítsenek a világ éhezőin és szegényein. Kérünk téged, hallgass meg minket! Segítsd egyházközségünk családjait, hogy szeretetben és egyetértésben éljenek. Kérünk téged, hallgass meg minket! Mennyei atyánk, mindenható örök Isten! Te küldötteid által megígérted nekünk az üdvösséget. Add, hogy parancsaid útján járva teljesítsük mindig szent akaratodat, és így méltók legyünk ígéreted elnyerésére. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Kérünk Istenünk, engeszteljenek ki alázatos imádságaink és felajánlott adományaink, és ha bár érdemeink elégtelenek, megbocsátó jóságoddal siess segítségünkre, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát
Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illővé és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva néki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. Ezért mi is, miként az angyalok és főhő angyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népe gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljunk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük, tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukba bíz a reményük, mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világon a békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat s Péter püspökünket, a püspököt testületét, a papságot s egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen háza népek kéréseit, hiszen te akartad, hogy szinteni álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszórodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, a reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt, mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanításhoz szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békeimet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét.
aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És ha te lelkeddel, köszöntsük egymást a béke jelével, egy fejbiccentéssel. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus testvére, őrizzen meg engem az örök életre. Könyörögjünk.
Lelki jeledellel tápláltál minket, Istenünk, könyörögve kérünk, e szentségben való részesedés által taníts meg minket arra, hogy a földi dolgokról okosan gondolkodjunk, és az égiekhez ragaszkodjunk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, kisorosziak, nézőink, nagyon szépen köszönjük aranymisejét ünneplő püspökatyának, hogy eljött hozzánk, egy-két jó gondolatot mondott az adventi idővel kapcsolatban és a földi életünkkel kapcsolatosan is, hogyan s miképp éljünk meg mindazt, amit úgy hívunk, hogy készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Püspök atya hozott aranymisé szentképet, majd ha kifelé megyünk, a bejárattól lehet vinni. Imádkozunk továbbra is ő érette, hogy amit Isten elkezdett 50 évvel ezelőtt benne, az továbbra is tudja Isten népének körében mindezt szolgálni, épségben, egészségben, hitben és örömben, és kérnénk, hogy adja most aranymisés áldását ránk, és az éteren bennünket nézőkre. Köszönöm szépen! Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel! Legyen áldott az Úr neve! Most és mindörökké! A mi segítségünk az Úrban! Aki az eget és a földet alkotta! Aranymisés készföltételem által a boldogságos Szűz Mária és az összes szentek közbenjárására áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, küldetéstek van, járjatok békével. Istennek legyen hála. Placiat tibi sancta trita, subsequium servitutis meat presta ut sacrificium quod un Christui maestatis eum subtuli. Tibis et acceptabilum iquet omnibus oculus et miserante propitia via per Christum. Oiei, oiei.